Minden egy átlagos bányászással kezdődött. Na végre már! Te jó ég, mennyi ideig kerestem! Egy darab... Micsoda? Ez most mi? De most mi történik? Miért nem halok meg? Vagy mi van? Áttestem a világon? Vagy... Srácok, nem értem. Én ezt nem értem. Hol vagyok? Te jó ég is, az ki? Mi az a lény ott? Hol a jó istenbe vagyok én, de most komolyan? És miért jön felém ez a... Nem tudom mi. Jó, megpróbáljuk megölni. Meglátjuk, hogy mit tudok vele kezdeni. Ne, hát ez megöl! Hova kerültem, emberek? Most komolyan kérdezem tőletek. Nincs cuccom, nincs nálam semmi, és egy számomra ismeretlen világban vagyok. Tehát ott látjátok az égen, az ott a normális világ, ez pedig itt a bedrock alatti? Vagy nem tudom egyszerűen, hogy hol vagyok. Mi az a Úristen, az a szörny, az felém akar jönni? Na várjunk, nagyon gyorsan meneküljünk el innen. De hova meneküljek? Itt nincsen semmi, vagy hát nem tudom, hogy esetleg van-e visszaút, vagy kiút, vagy bármi, aminek segítségével haza tudnék menni. Na jó, hát akkor az egyetlen megoldás az az, hogy elkezdünk itt valamiféle életmódot élni. Most nem mondott komolyan, hogy ilyen rémisztő lények vannak ebben a világban. Na jó, hát nem egészen tudom, hogy most mihez kezdjek. Ez most egy ilyen érdekes fa. Weedwood. Húha, elég érdekes neve van. De mindegy, hát meglátom, hogy ebből mit tudok egyáltalán csinálni. Remélem, hogy azért valami minimális felszerelést tudok magamnak adni. És mi az a plusz? Hotbar ott a... Nem tudom megmutatni, hogy mutat... Itt, ez mi? Ez mégis hogy létezik? Nem is értem egyáltalán, hogy mi az. Weedwood planks, és ez is ugyanolyat ad. Jó, hát most ugye a felszerelésem nulla. Oké, ne foglalkozunk vele, szóval a felszerelésünk az nulla. Ez mi? Fáó. Úgy látom, hogy itt semmi sem olyan lesz, mint a normális világban. Mik ezek a botok egyáltalán, meg a fa, meg úgy minden? És mi ez a hang alapból? Na jó, itt vannak gombák egyébként. Ezeket gondolom majd meg tudom enni. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Oké, 7 darab, nem tudom, mire lesz elég. Itt még van egy pár, de most nem akarok így mindent egyből összeszedni. Ezek nem adnak esetleg semmit, hogy mag vagy valami más, amivel tudom az éhségemet csökkenteni? Aha, ez egy másik gomba. Oké. Ez itt víz, és az egy világítós hal. Úristen! Hallod, de megijedtem! Jó ég! Ez kijött a partra csak azért, hogy engem megtámadjon és megöljön. Hát haver, akkor én most megöllek téged. Tudod, hogy megijedtem? Na, nem mész vissza a vízbe. Te most már itt meg fogsz pusztulni. És kaptam egy sticket? Vagy mit kaptam érte? Szerintem egy sticket kaptam, nem? És mik ezek a pöttyös fák? Na várjál, ütök ki belőle. Meglátjuk, hogy ezek mit adnak. Az a lényeg, hogy egy picikét zavar. Nem tudom, hogy megmerjem-e támadni, vagy ilyesmi. Megpróbáljuk. Aha, ez egy ilyen fényes akárki. Kettő ütésből meghalt? Jó. Jó, semmi gond. Akkor Úristen, ez víz. Jézusom, azt hittem, hogy rá lehet ugrani erre. De nem. Ez mit ad? Aha, ez ilyen stickeket ad. Jó. Akkor próbáljuk így felfedezni ezt az egész világot, mert tényleg fogalmam sincs, hogy itt most mi van. Különböző gombák, tehát akkor ezt meg tudom enni, ugye? Aha, de kaptam hungert érte, szóval lényegében nem éri meg az, hogy én most megenjem ezt a gombát. Remélem, hogy rajtam kívül nincs senki más ezen a bolygón. Nem lenne jó senkivel találkozni. Bár mondjuk abból a szempontból jó lenne, hogy esetleg tudna mondani egy utat, amivel vissza tudnék jutni. Bár hát nem tudom, nem hiszem. Mik azok a fák? Ez mi volt? Kicsit menjünk arrébb, és ezt megint benyeltem, hogy ráugrottam, közben pedig nem lehet. Ez micsoda? Ez rák, vagy skorpió, vagy mi ez? Na jó, én kezdek parázni egy picikét. Kidőlt fa. Jó, én amondó vagyok, hogy oda megyek a fákhoz. Ott egy totem. Ott viszont ilyen világítós kék fák vannak. Hát most nem tudom, hogy... Próbáljuk meg azt, hogy oda menjünk, vagy ilyesmi. Ebben a vízben remélem nincsen semmi olyan, ami engem most megtámad, mert én most bele fogok ebbe menni. És ez kicsit para lenne, hogyha itt össze-vissza támadnának. Hoppá, itt látok érceket.
Na várjál, akkor az érzeket kiütöm. Ezek ki lehet egyáltalán? Vagy ez nem olyan? Aha, hát már majdnem megfulladtam, és nem adott semmit, úgyhogy ez igen kellemetlen. Próbáljuk meg kiütni ezt. Nem tudom, hogy mit adhat egyébként. De próbálom így az aljáról kiütni. Hát, ha valamivel többet ad, vagy kiütődik az egész. Nagyon-nagyon csodálkoznék, ha igen. Aha, értem. Ott még vannak ilyen világítós halak, amikkel előbb nem ápoltunk túl jó barátságot. Úgyhogy én ezeket most megeszem. És megint hunger. Lol. Akkor is csak ilyeneket lehet enni, ami éhséget ad továbbra is? Vagy hogy van ez? Ott is szitakötő. Legalábbis nagyon remélem, hogy az... Ez mi az a dög? Annyiféle lény van. Ez egy csiga? Vagy nem értem, hogy mi ez. Szóval itt annyi lény van. Igen, ez egy csiga volt. Hogy nem igazodok ki rajta. Megölöm ezt is, hát ha ad valami hús, de hát nem gondolnám, mert ez egy szitakötő, tehát túl sok tápláló hússal nem rendelkezhet. Jézusom, az mi a bánat? Azt láttad, hogy kiugrott érte? És megeszi a világítós halakat is. A világítós hal meg engem akar megenni, csak nem tudott a jár sikerrel, de mindjárt megölöm a bánatba, és akkor majd sikerrel járok. Én, és nem ő. Na gyere vissza! Most már tuti nem menekülsz, hogyha egyszer meg akartál ölni. Ez egy rák, oké, akkor ezt is megöljük. Kaptam rákhúst. Olló. Nem tudom, ezt gondolom meg lehet enni, így is van. Csak hát ezeket feltételezem, hogy meg is kéne sütni. Úgyhogy majd valamit teszünk ennek az érdekébe. Aha, kijött ez a nagy izés. Hát haver, akkor én most megöllek téged is. Nem érdekelsz? Megöllek? Nem hagyom, hogy megegyél. Én nem. Ha hozzám érsz, ajaj, ez lehet, hogy kajak meg fog enni. Ennek túl sok HP-ja van. Oké, meghalt, és adott nekünk bört. És megint megette, vágod? Nagyon-nagyon kemény. Na jó, akkor átmegyünk egy ilyen kék fához. Hát nem ad semmit. Ez olyan, mintha... Ja, de ad. Ez mi? Dragonfly wing és mushroom. Akkor ez gomba, ezt megint meg lehet enni. És akkor ezt lehet ültetni is? Vagy ez hogy van? Ez mi? Ez csak sima dört? Aha, szóval ez itt a föld. Oké, akkor tudok termeszteni. Gondolom gombát, de nem vagyok benne teljesen biztos. Erről a mocsaros területről viszont nekem nagyon-nagyon gyorsan el kéne menni, mert itt tényleg hatalmas veszélynek vagyok kitéve, ilyen nem tudom milyen állatok mellett. Úgyhogy kéne találni valami olyasmit, ami egy tisztásra hasonlít, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e ilyen, vagy nem. Mondjuk ezek a fák se rosszak, ilyenekben is be lehetne költözni. Tehát nézzétek meg ezt a, hát mondanám, hogy vízi, de nem vagyok benne biztos teljesen, hogy ez normális víz. Szóval, hogy ez a vízi élet. Most gyorsan átúszok, remélem, hogy nem támad meg semmi. Az kicsit para lenne. Jó, hát egyelőre minden okés. Na jó, most még itt nem ütlegelek fát, meg semmit. Csak tényleg egy tisztást szeretnék magamnak tudni. Az ott megint mi? Srácok, én kezdek nagyon-nagyon félni ebben a világban. És tényleg fogalmam nincs, hogy oda, hogy tudok visszajutni. Arról, hogy ezek mik, meg hogy megint az mi, és tényleg minden egyes percben meg tudom kérdezni, hogy ez mi. Mert tényleg nem tudom. Ezek ilyen totemek, ahogy látom, és ez kezd hasonlítani egy tisztásra. Minden esetre. Úristen! Valami megtámadott. Jézusom, 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 meg fog halni. Mi az a dög? Nem. Nem ölsz meg. Nem ölsz meg. Mondom. Vissza kéne tölteni a HP-mat. Nagyon-nagyon gyorsan. Eszünk ilyen gombákat. Elképesztő, hogy mik vannak itt. Van tű. Opa. Ugye ez nem futóhomok, mert rosszul leszek. Nem. Oké, ez egy soulsednek az erősebbik variációja. Ezt nem tudom megenni, ezt sem tudom. Ja, várjál, azt még nem derült ki, hogy meg tudom enni. És a másik hadbárból lement egy ilyen valami. Jaj, jön megint egy ilyen. Jézusom, menj már! Megint itt van! Úristen! El fog kopni ez a fa, izé. Jó, valami cucc most már tényleg kéne. Ez micsoda? Ezt meg tudom enni? Ezt is meg tudom enni, hallod? Mindent meg tudok enni. I don't think... Nem hagyta, hogy elolvassam alapból. és probléma. Tehát nem hiszem, hogy valami olyan határozottan pozitív szöveget írt volna ki. Ez az egész. Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi?